A Tolna megyei foglalkoztatási paktum egy 2016-ban indult pályázat. A célja, hogy a benne résztvevők erősítsék a megye gazdaságát, valamint csökkentsék a munkanélküliek számát. A programban a Tolnáért Non-Profit Közhasznú Kft. Mellett a kormányhivatal, az iparkamara, valamint a megyei szakképzési centrum vesz részt. A pályázat bonyolítói most Tamásiban tartottak vállalkozóknak tájékoztatót. Tulajdonképpen a kormányzat céljai, a gazdaságfejlesztési céljai valósulnak meg. Ezek a célok, oszlopos célok vagy pillérek közül talán a legfontosabb, ami megfogalmazódik a paktumban. A hátrányos helyzetűek, a munkanélküliek, az inaktívak foglalkoztatási rendszerbe vonása a partnereken keresztül, illetve munkához juttatása hosszú távon tartós foglalkoztatás keretében. A pályázat során a szakemberek tehát főként a tartósan munkanélkülieknek segítenek újra elhelyezkedni, de emellett nagy hangsúlyt fektetnek arra is, hogy a diákoknak, valamint a munkáltatóknak, vagyis a vállalkozóknak tartsanak szakmai konzultációkat, hogy elmagyarázzák nekik, milyen hasznokkal jár egy munkanélküli, vagy például egy szakmunkás gyakornok foglalkoztatása. A gazdaság élénkítése szempontjából elengedhetetlen a megfelelő szakember utánpótlás biztosítása. Ebben jut kulcs szerepe a megújult szakképzésnek. Ezért is fektetnek különösen nagy hangsúlyt a Tolna megyei foglalkoztatási paktum lebonyolítása során a szakemberek arra, hogy a megújult szakképzésben rejlő lehetőségekről tájékoztassák a vállalkozókat. A gazdaság fejlődik, prosperál, ezt mi is egyébként, mint a megyei önkormányzatnak a cége érzékeljük annak kapcsán, hogy rengeteg az önkormányzati beruházás. Ezeknek a megvalósításának lassan már az szab határt, hogy a vállalkozásoknak nincs munkaereje, elegendő szakképzett munkaereje, hogy ezeket bevállalják, vagy pontosabban időben bevállalják. Ezért nagyon fontos a meglévő inaktívak bevonása mellett az, hogy a jövő munkaerejét, a jövő dolgozóit, szakképzett, modern tudással rendelő dolgozókat termeljenek ki a szakképző intézmények. Erre próbáljuk a konzorció partnerekkel terelni a fiatalokat, amikor módunk és lehetőségünk van rá, megvilágítva az, hogy az új szakképzési törvény adta lehetőségek óriási változás, pozitív változás jelentenek az elmúlt időszakhoz vonatkoztatva, nem jelentenek zsákutcát. A szakma mellett érettségit, felső fokú végzettséget lehet itt szerezni, és gyakorlatilag nagyon komoly életpályát lehet megvalósítani. Ez a cél, ez a célunk, hogy ebben segítsük a fiatalok pályaválasztását, illetve természetesen ezen keresztül segítsük a megye vállalkozásait, hogy megfelelő munkaerőhöz és utánpótláshoz jussanak. A paktumban megfogalmazott célok tekintetében pedig kifejezetten jól állnak a szervezők. A programba ugyanis már eddig rengeteg embert sikerült bevonniuk. A projekt lezárul jövő év nyarán. Az idő arányos mérőszámok nagyon jó, ugye 1021 főt kell inaktívat bevonni ez idő alatt, ez most jelen pillanatban szeptemberi mérőadatok szerint a foglalkoztatási főosztály részéről alapján ez 81%-os, reális az esély arra, hogy ez a célszám természetesen az egyéb mellette lévő paraméterekkel teljesül a jövő év végéig. A Tolna megyei foglalkoztatási paktumról legközelebb Bonyhádon hallhatnak aktualitásokat a vállalkozók.